Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, elsősorban, de nem kizárólag a hatodik évfolyamosokat. Szeretnék nekik segíteni abban, hogy bemutassuk a napóleoni háborúk utáni Európának néhány fontos vonását. Ezen az órán különösen az ipari forradalommal szeretnék foglalkozni. Ha belegondoltok, a 19. század ugye egy hosszú évszázadnak is tekinthető, kapta ezt a nevet is a tudományban, hogy a hosszú 19. század, hiszen nagyon-nagyon sok minden, amit a mai világunkból ismerünk és használunk, részben ipari termékek, aztán politikai gondolatok, életformák, ebből a századból származnak. Három nagy területen fogjuk áttanulmányozni, ezen az órán csak az egyikre kerül sor, hogy mi is történt ebben a században, különösen annak első felében, ez pedig az életmód. Itt beszélünk az iparforradalmáról, a közlekedés, a szállítás és más területeknek az átalakulásáról. Új politikai rendről is fogunk majd a következőkben beszélni. Ez az úgynevezett Szent Szövetségnek a rendszere, amikor azok a nagyhatalmak, amelyek leverték Napóleont és ugye az egész francia forradalom folyamatának igyekeztek gátat szabni, egy szövetségi rendszerbe tömörülnek, és valamennyire próbálják ugye megőrizni a régi, kiváltságos, középkorias Európát. És a harmadik területe ennek a tanulmányozásunknak az új eszmék és új gondolatok, amelyek szinte azt mondhatjuk a mai korszakunkat, politikát, közéletet is meghatározzák, ezekrel is a következő órán majd szeretnék rátérni. De most menjünk akkor az ipari forradalomhoz. Az ipar forradalma mai napig is egy gyakorta előforduló kifejezés. Mit is jelent az, hogy forradalom? A forradalom robbanásszerű, gyors, erőteljes átalakulás, ezzel szemben a reform, hallottatok nyilván a reformkor kifejezésekről is, egy lassú, fokozatos, békességes átalakulás. Két képet láthattok első, tehát itt az elején, amely két fontos találmányt, a gőzhajót és a gőzmozdonyt mutatja. Mindkettő egy közös találmánynak az eredője, a fejlesztése volt, ez pedig a gőzgép. Miről van itt szó? A közlekedés ugye egészen az ember ismert történetétől kezdve meghatározza a mi kultúránkat, hiszen árucseréről, hiszen idegen tájak felismeréséről van szó, de ennek a sebessége, ennek a hatékonysága ebben a korban, a 19. században radikálisan megnőtt, és ez egy hatalmas nagy újításnak, a gőzgépnek köszönhető. Ha ránézünk erre a képre, nézzük meg ezt a találmányt, James Wattnak a gőzgépét. A gőzgép maga egy tökéletesített ipari eszköz volt, már korábban is használtak olyan szerkezeteket, amik például a bányából először fölhozták a vizet, kiszorították a nem kívánatos, ugye, a bányaterületet elárasztó csapadékot, illetve talajvizet. Az újítása Wattnak abban volt, hogy átalakította ezt a gőzhengerekben lévő föllemozgást egy forgómozgássá. Mint láthatjátok is ezt a kereket a képen, és ez a forgómozgás aztán alkalmas volt arra, hogy bármilyen hozzákapcsolt gépet tudjanak hogy közlekedésre is használni. Ennek az eredete egy ókori tudósnak, azt mondhatnánk mai szóval, hobbi kísérlete volt, Héron gömbjét láthatjátok a képen. Ez a két fél sárgaréz üstből összeillesztett gömböcskébe vizet tettek, majd alá gyújtottak megfelelő tűzzel, és a két kis kivezető csövecskén lévő kiáramló gőz hajtotta ezt a kereket. De igazából nem volt más jelentősége, csak csodájára jártak az emberek, nem hajtottak vele gépeket. Az ipari forradalomról, hogyha szeretnénk beszélni, hogy hol alakult ki ez a folyamat, mi volt a bölcsője, Angliáról kell beszélnünk. Anglia több szempontból is alkalmas volt arra, hogy az ipari forradalomnak egy ilyen kialakuló helye legyen. Először is a fekvése, Szigetországról van szó, minden oldalról tenger veszi körül, tehát az áruszállítás, a hajózás, a nyersanyagok beszállítása, a kapcsolat a gyarmatokkal és ugye Európával és a kontinenssel előnyös volt Angliának, ki is használták ezt. Nagyon fontos volt az a szellemi változás, ami az előző évszázadban végbe ment. Ez pedig azt jelentette, hogy kialakul a szabadságjogoknak
egy olyan világa, ami a korabeli Európában elképzelhetetlen volt. Külön választották a törvényhozó hatalmat a végrehajtó hatalomról, működött a parlament, a sajtó szabadságokat élvezett, lehetett ellenvéleményeket is mondani, akár kritizálni az uralkodót, és mindez egy olyan légkört teremtett, ami a gazdálkodásnak, a vállalkozásnak nagyon-nagyon hasznos volt. Ezt a rendszert nevezzük szabadversenyes kapitalizmusnak, és nagyon hosszú ideig, egészen a 20. században lévő nagy gazdasági válságig meghatározza a fejlett nyugati civilizációt, ez a szabadversenyes kapitalizmus. Itt a fő érték már nem az előjogokból származik, hogy ki születik nemesnek, ki az, aki esetleg egy olyan előkelő grófi vagy bárói családba származik, amiből aztán bármit is csinál, nem tud kiesni, és megmaradnak haláláig azok az előjogai, hanem azok a hasznosított képességek, az ügyesség, a tanultság, a pénz, a jól forgatott anyagi haszon, befektetés, ezek fognak ebben a társadalomban már az emberek között különbségeket létrehozni. És ha belegondolunk, ez egy igazságosabb forma, mai napig is, minthogyha mindenkit csak a származása vagy a születési helye determinálna, határozná meg. Tehát ez a szabadversenyes kapitalizmus. A következő képen láthatunk egy gyárat. Eléggé kezdetleges gyár, de egy nagyon fontos részt szeretnék azért kiemelni. A kéményből látjuk, hogy sűrű fekete füst áramlik ki. A gőzgép még nincs lefedve, tehát ott a szabadban látható, viszont az ipari táj, ami meghatározó lesz a 19. század első, majd második felében is, a mai környezetvédelmi igényeink vagy mércéink szerint brutális változáson megy keresztül. A sűrű fekete füstnek természetesen meglesznek a hatásai az egészségre, nagyon sok tüdőbetegség alakul ki, rendkívül erős lesz a városokban a smog. A korabeli Londonban, ez Dickens korában vagyunk, hogy a híres angol író hátteret fest erről a korszakról, tulajdonképpen nagyon erőteljes légszennyezettség volt, és a Temze folyónak a vize, ami ma egy eléggé tiszta folyónak számít már megint, akkoriban megegyezték a kortársak a 19. század közepén, hogy egyetlen élő állat sem volt benne, akkora volt a folyónak a szennyezettsége. Tulajdonképpen az visszautalnék a két legfontosabb közlekedési eszközre, nem győzve ennek hangsúlyozni a fontosságát. A gőzhajó után 1807-től 1825-ben a gőzmozdony az, ami berobbantotta a közlekedés forradalmát. Láthatjuk Robert Louis Stevensonnak a híres racket mozdony találmányát. Ugye maga a mozdony egy csodálatos látvány volt a korabeli Európában. Sokan úgy gondolták, hogy ez veszélyeket fog okozni. Voltak olyan feltevések, miszerint a sinek, hiszen a mozdonyhoz sineket kellett lefektetni, majd hatással lesznek a bolygónknak a mágneses mezeire, és ez beláthatatlan katasztrófákat fog okozni. De hogyha a kis modellképre ránéztek, ahol egy mai képen láthatjuk, hogy megépítették Stevensonnak az eszközét, amit mai turisták is újra próbálhatnak. A Manchester felirat azt mutatja, hogy hamarosan, néhány évtizeden belül a Anglia nagyobb városait összekötötték a vasútvonalakkal, és ezekben a vagonokban még kívülről lehetett csak beszállni, szigorúan el voltak különítve az egyes társadalmi osztályok, nem lehetett átjárkálni egyik vagonból a másikba, mint ma. A közlekedés forradalma nem csak egyedül járt, egymásra épülő különböző hatásokat is jelentett. Hozzá kell tennünk a közlekedésnél, ugye, hogy útra is nagy szükség van. A kornak kialakult a modern, mondhatjuk a modern korunk egy előzményeként a kor autópályája, ez pedig a makadám út. Láthatjátok a képen, egy építési jelenet van, egy cilinderes úriember, és körülötte a munkások. A makadám út azért volt nagy jelentőségű, mert különböző rétegekből tették össze, különböző fajta kőzúzalékokat alkalmaztak, és enyhén domború volt a felülete, ezért nagyon ügyesen megépítve, állandóan a víz elvezetése az út két oldalán biztosítva volt, és ez az összedöngölt különböző kőzúzalék pedig azt biztosította, hogy nem sártengerben, nem kátyuk között közlekedhetnek a járművek.
de igazság szerint a közlekedés nagy része nem a közutakon zajlott, hanem ahogy említettük, a vasutakon és a csatornahálózaton. Angliát ebben az időszakban a természetes folyókat mesterséges csatornákkal kötötték össze az áruszállítás gyorsítása, illetve folyamatossága miatt. Meg kell említenünk az ipar forradalmán túl, illetve amellett a mezőgazdaság forradalmát is. E kettő egymást kiegészítette. A mezőgazdaság forradalma igazából nem a gőzgépekkel kezdődött, bár a későbbi időszakban majd gőzgépeket is bevetnek, ugye a szántásba, az aratásba, hanem olyan egyszerű módszerekkel, amik a termelékenységet növelték meg. Három ilyen módszert említenék, a vetésforgó, az istállózó állattartás és a takarmányozás. Utóbbi kettőn esetleg kérdezhetitek, hogy mi volt benne az újdonság. Természetesen ismerték ezeket a módszereket, viszont olyan hatékonysággal és olyan termés átlagokkal most tanulták meg ezeket a növénytermesztési eljárásokat, amik mihez vezettek? A termés átlagok megnövekedéséhez. Ha megnövekszik a termés, akkor ugye megnövekszik az embereknek az életminősége, sokkal többen tudnak hosszabb ideig élni. Tehát egy népesség növekedésről is beszélhetünk a mezőgazdaság forradalmakor. Mi történik ezzel a népességgel? Egy csomó ember már nem a földeken dolgozik, részint kevesebb ember is el tudja végezni ugyanazt a munkát, másrészt pedig ugye gyakorlatilag a gyáraknak, az iparvárosoknak, amelyek közül kettőt említenék, ezek híres foci csapatok is talán így ismerős, Manchester és Liverpool, de más iparvárosok is gombamot szaporodtak, munkás kézre van szükségük. Egy kicsit visszatekintve a középkor végére, nem annyira régen volt az akkori embernek a gondolkodása, szokásrendszere még nem alakult át teljesen a mai modern értelemben. Az első lépés ugye a céh volt a középkori városokban. Itt a munka megosztás úgy zajlott, hogy mindenki a maga munkáját elejétől a végéig egy munkadarabbal végrehajtotta. Utána jött a manufaktúra, amikor már részekre bontották a folyamatot, viszont nem használtak még gépeket is. Most korszakunkban a harmadik fontos állomáshoz értünk, ez pedig a gyáripar, amikor szintén van munkamegosztás, viszont gyakorlatilag már ugye a folyamatok gépesítettek, és ez majd több problémához fog vezetni, hiszen sok ember elveszíti a munkáját, és az első ösztönös lázadások, felkelések a munkás mozgalomnak a korai korszakában a gépek rombolásához fognak vezetni. Közben egy képet mindenképp nézzetek meg, a vetésforgót szeretném bemutatni, amelynek az volt az új találmány, hogy a földnek minden részét művelés alá vetették, középkori módszereknél egyharmadot vagy fél részt ugye kihagytak a kétnyomásos és háromnyomásos gazdálkodásnál, viszont a vetésforgónál mind a négynegyedet hasznosították, mégpedig úgy, hogy a egynegyeden olyan növényt, elsősorban takarmánynövényt, lucernát vetettek, ami a növény nitrogén megkötő képességénél fogva fölfrissítette a talajnak az ásványi anyag tartalmát. Menjünk tovább, egy pillantást vetnénk az akkori tájra. Hogyan nézett ki az ipari forradalomban a táj, a városkép? Hát láthatunk sűrű fekete füst, ahogy már beszéltem róla, viszont itt már jóval betelepültebb és sűrűbb az embereknek az életminősége, életviszonyai. A gyárvárosok a következő két részből alakultak ki. Háttérben láthatjuk magát a gyárat, és körülötte az úgynevezett munkás negyedeket. Ugye félelmetesen nagy volt a környezetszennyezés, és más egészségügyi problémák is adódtak. Voltak viszont előnyei is az iparvárosnak. Itt láthatunk egy munkás negyedet, ahol azt láthatjuk, hogy szintén ugye ott vannak a füstölgő kémények a háttérben, viszont középen már csatornázott ez a terület, tehát a középkorban óriási betegség hullámot, járványokat gerjesztő különböző betegségek a szennyezett víz miatt már kezdtek visszaszorulni, és az egészségügyre is sokkal nagyobb gondot tudtak fordítani. De azért természetesen az ipari forradalom kezdeti korszakában ebből még nem sokat láttak, a század közepére, végére lesznek igazából olyan intézkedések, amik a munkások életviszonyaiban mérhető javulást hoznak.
Más jelenségekre is sort kerített az ipari forradalom. Ismerős szó a migráció, a népesség vándorlása. Amikor egyik vidékről a másikra, elsősorban a falvakból, a városokba, vagy egyik országból, jellemzően Európa különböző vidékeiből az Egyesült Államokba vándorolnak az emberek. Mi ennek a jelentősége? Ugye ez mai napig is egy rendkívül érzékeny kérdés. Az ipari forradalomban viszont erre nagyon nagy szükség volt, hiszen a gyárak, az egymás után alakuló vállalkozások mind nagyobb munkaerő szükségletet jelentettek, sokan ugye pedig elveszítették a munkájukat a földeken, mert a korszerűbb módszerek miatt kevesebb ember is meg tudta ugyanazt az élelmet termelni, sőt valamennyivel többet. Visszatérünk azokra a feszültségekre viszont, amiket a munkások elszenvedtek, megéreztek, annak ellenére, ugye, hogy a termelésben aktív és nagyszerű szerepük volt, az őket foglalkoztató tőkések, gyárosok viszont messze menőig nem törődtek a jogaikkal. A szabadversenyes kapitalizmusnak ez az egyik hátránya volt, hogy egyenlőtlen, aszimmetrikus viszony alakult ki a két csoport között. A munkásokat sokszor nagyon alacsony bérért foglalkoztatták, sőt nagyon elterjedt volt a gyermekmunka, ami a mai napon elképzelhetetlen lenne, hiszen hál' Istennek mindnyájan, ti is, én is a gyerekkorunkat iskolában és családunk körében tölthetjük. Akkoriban azonban a gyermekeket szívesen alkalmazták, mivel félbérért dolgoztak, úgy gondolták, hogy felakkorák, mint egy felnőtt, de ugyanazt a munkát el kellett végezniük. Ha megnézünk, itt kétségbeesett törekvések voltak ennek a helyzetnek a megváltoztatására. A láttábornokról aló korabeli kép, mert azt szeretném ábrázolni, hogy ezek az elképzelések szinte a mai szuperhősöknek a világát elevenítik meg. Ezek legendás, szóval pontosabban ez az ember egy kitalált, kreált figura volt, aki a munkások védelmezőjeként harcra vezette őket, mégpedig egy konkrét cél érdekében, hogy rombolják szét a gépeket. Ez a géprombolás kora. Természetesen maga a pusztítás elkeseredettségből, reményvesztettségből fakadt ki, és igazából nem volt semmi értelme, hiszen a munkájukat nem kapták vissza a munkások, ha hétvégén vagy este belopakodtak, mint a képen látjuk, és szétverték a gyárakat, szétverték a gépeiket, ezért az angol kormány ezt súlyos büntetéssel adott esetben, ugye a mai viszonyaink szerint példátlanul súlyos halálbüntetéssel is igyekeztek a luddita mozgalmat visszaszorítani. A másik olyan terület viszont, ahol az államnak majd be kell avatkoznia, ez a gyermekmunka volt. Láthatunk itt ugye szövőgépeken gyermekeket, hozzátok hasonló korú vagy még kisebb gyerekeket is, akiket ugye foglalkoztattak a gyárak, a már említett ok miatt, hogy kevesebb pénzt kellett nekik fizetni. Sok olyan apró helyre is be tudták őket küldeni, mint itt láthatjuk a bányász fiúkat például Pennsylvániából, és láthatunk egy képet is egy lánykáról, aki kétrét görnyedve egy csillével, amit maga után kötöttek, a föld alatt mélyen valamilyen ásványkincset, valószínűleg kőszenet fejtett. Ezek a gyermekmunkások hát nagyon szívfájdító körülmények között éltek, nagyon sok egészségkárosodást szenvedtek, a legfontosabb az angol kor, ami a D-vitaminnak a hiánya, ami a természetes napfényből ugye beépül a szervezetünkbe, viszont ezek a gyerekek nagyon korán keltek föl, és nagyon későn értek haza, 14-16 órás volt a munkaidő, ez majd később hosszú küzdelmek hatására, és ebben nagyon sok dolog majd a következő órán kerül sorra, sikerült a munkaidőt rövidíteni, és a gyermekmunkát is visszaszorítani. Szeretnék végezetül olyan elképzelésekről is szót ejteni, amik a munkások már említett sanyarú sorsát igyekeztek megváltoztatni. Azért is fontos erről beszélni, mert ezek között a gondolatok között, következő órán majd ezt részletesebben kifejteném, lesz egy, ez pedig a marxizmus vagy kommunizmus, aminek beláthatatlanul negatív, káros következményei lesznek a 20. századra nézve, az egész századnak a legpusztítóbb, leggyilkosabb eszmerendszerét hozzák létre. De még a 19. században vagyunk. Az első elképzelések,
nagyon pozitív céllal, emberbaráti céllal jönnek létre a munkások felemelésére. Említeném Robert Owen nevű gyárost, aki maga is gyárosként az általa termelt haszon jelentős részét visszaforgatta, és a munkások számára olyan kísérleti telepeket hozott létre, ahol az ő életviszonyaikat, művelődésüket, jólétüket megpróbálta fölemelni. Ez egy nagyon szép és baráti kísérlet, csak sajnos elszigetelt maradt. Ennél erőteljesebb és hosszabb távú volt két mozgalom, az úgynevezett trade unionizmus, a szakszervezeti mozgalom, és a chartizmus. A chartizmus ugye azt jelenti kárta, aláj, röpirat, vagy nyilatkozat, vagy követelés. Mind a két mozgalom, és ez lesz a mai óránknak az utolsó képe, az munkások szervezett érdekvédelmét hivatott megalapozni és megerősíteni. Ezen a képen, mai óránk utolsó képén láthatjátok, hogy egy munkás felvonulást, egy sztrájkot láthatunk, egy követelést. A sztrájk, ez egy olyan szervezett munkabeszüntetés volt, amit az ipari munkások jogaiknak a védelmére vagy kikövetelésére szerveztek. Jellemző módon munkaidőcsökkenés, fizetésnövelés, életkörülmények javítása. Ezek a szakszervezetek, trade unionok idővel egyre inkább egyes iparágakban meg tudtak szerveződni, majd iparágak fölött is, és hatásosan biztosították, illetve igyekezték biztosítani a munkások érdekvédelmét. A kettő kombinációjából, tehát a tőkés vállalkozó ugye hasznot szeretne, profitot, a munkások megfelelő fizetést és jó életviszonyokat, majd a század közepén és második harmadában kialakul egy újfajta állammodell, amit polgári államnak nevezünk. Nem önmagától és nem gyorsan jött létre, érdekellentétekből, feszültségekből, kölcsönös követelésekből és engedményekből, de az ipari forradalomnak ez is egy fontos következménye, vívmánya, hogy egy új típusú állam jön létre, amikor a polgárság, a tőkések vállalkozók és az általuk foglalkoztatott ipari munkásság tulajdonképpen valamiféle kiegyezésben él, jogokat biztosítanak a kevésbé gazdag emberek számára is, hogy beleszólhassanak, hiszen ők adófizetők, és így joguk támad arra, amit ma már természetesnek veszünk, hogy részt vegyenek szavazásokon, hogy beleszólhassanak a politikai életbe. Ezt nevezzük polgári államnak, és innen szeretnénk folytatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!